Sziasztok, Bakok! Köszöntek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném üdvözölni azokat, akik már láttátok az előző videóimat. Nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor köszöntelek. Remélem, hogy fogsz valami olyan üzenetet kapni, ami segít, és újra foglak látni. Ebben a kirakásban azt fogjuk megnézni, hogy júniusban milyen energiákat várhat a pénz a karrier területén, de mint általában, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amiknek van jelentése számodra, és engedd el a többit. De kezdjünk hozzá. A kirakások középpontjában a kejhek 10-es áll. A kejhek 10-es egy nagyon pozitív kártya, ami boldogságot jelent, amikor a nehéz időszakot, a vihart felváltja a szivárvány, a napsütés, amikor a nehéz időszakot egy kellemesebb, jobb időszak követi. Tehát ez általában ez a kártya, mint mondtam, boldogságot, stabilitást, biztonságot jelent. De jelentheti azt is, hogy áldást, elégedettséget, amikor úgymond a sorsod jóra fordul. Munkahely területén, tehát azt is jelentheti, hogy úgymond a munkaterületen jól mennek a dolgok, és igazán kezded élvezni, amit csinálsz, kezded látni az eredményét a munkádnak. Mindenképpen jelenti azt, hogy úgymond elismernek, de ez a kártya a szerencse és a bőség kártyája is. Tehát milyen nagyon nagyszerű, pozitív kártya van a kirakásod középpontján. Nézzük a első lapot. Az első lap a nap kártyája, ami igazán a legpozitívabb kártya az egész 78 lapos pakliban. Tehát a nap általában a pozitivitás, a szabadság, az élvezeteknek, a sikernek, az optimizmusnak a kártyája, amikor jó szerencse jön az életünkbe, és ugyancsak hasonlít a kejhek 10-eshez, amikor jól mennek a dolgok a munkahelyünk, az üzleti életben, mert jelenti azt, hogy tele vagy optimizmussal, és igazán kész vagy arra, hogy a munkádat, a projektjeidet jól, sikeresen elvégezd. Pénzügyi területekben is mindenképpen sikert jelent. A következő lap pedig az érmék lovagja. Az érmék lovagja egy lassan mozgó kártya. Lehet, hogy ez a siker úgymond elég lassan jött el számodra, de az érmék lovagja az mindenképp egy nagyon kitartó, nagyon keményen dolgozó, nagyon lojális embert mutat, amikor tehát ő nem kockáztat sokat, hanem igazán biztosra megy. És mindent alaposan végig gondol, megtesz, minden lépést, ahogy az elő van írva. Mint mondtam, kicsit lassú, de amikor mindent megtett, utána begyorsul. És igazán ez az energia, ami szerintem nálad is bejön júniusban, hogy lehet, hogy amin eddig dolgoztál, majd végre látod annak az eredményét. Néhányatoknak ez jelenteti azt is, hogy a saját magad főnöke vagy, de jelenteti azt is, hogy valami új lehetőség pukkant fel a számodra, ami nagyon stabil lesz, ami stabilan hat ki a jövődre. Aztán a következő lap a kejheknek az ásza. Ha már új lehetőségekről beszéltünk, ez az egyik legjobb lap, ami új kezdetet jelent, mert ez egy olyan kezdetet jelent, ami nagyon boldoggá tesz, amikor nagyon jól érzed magad. És ez nagyon jó lap abban a tekintetben, hogy valamilyen kreatív dolgot csinálj, jelentheti új állást, új üzletet, új előreléptetést,
amikor a kemény munkádat elismerik, tehát itt nagyon sok olyan lap van, ami mindegyik izen arról beszél, hogy a kemény munkádnak végre eredménye lesz. És ez igazán, ez egy olyan állapotot jelent, amikor annyira boldog vagy, hogy igazán nem tudod, hogy sír vagy nevesz a boldogságtól. Tehát ez nagyon-nagyon jó kirakásnak indul. Aztán a következő kártya az érmék hatos. Az érmék hatos az általában valamilyen segítséget jelent, amikor valaki megajándékoz valamivel, támogat valamivel, ugyancsak jelentheti azt, amikor a kemény munkádat megjutalmazzák, ez lehet előreléptetés. Nagyon jó jel, amikor úgymond munkát keresel, mert úgymond elismernek. Vagy akkor is nagyon jó, amikor szeretnél változtatni a munkádon. Ez lehet új munkahely, saját üzlet. És általában ez a kártya azt jelzi, hogy sokkal-sokkal jobban, sokkal sikeresebb leszel, mint azt igazán te azt elbírod képzelni. Ha pedig úgymond szeretnél hitelt kapni, hogy valaki befektessen az üzletedbe, ez egy nagyon jó jel, mert általában azt jelzi, hogy megkapod a hitelt, amire szeretnél. De általában ez a kártya azt jelzi, hogy valaki, aki úgymond magas pozícióban van, hatalmi pozícióban van, segít neked abban, hogy elérd a célod. Aztán a következő lap az erő kártyája, ami nagyon jó kártya, mert az erő, ez a kártya igazán az ambíciónak, a belső erőnek, a bátorságnak a kártyája, amikor igazán bíznod kell önmagadban, és le kell vetköznöd azokat a gondolatokat, amikor nem hiszel önmagadban. Tehát ez általában az a kártya azt jelzi, hogy légy ura az érzelmeidnek, és igazán haladj előre, mert megvan minden képességed, megvan az összes potenciálod arra, hogy sikeres légy. Igazán csak hinned kell abban, hogy meg tudod csinálni. Néhányatoknak ez a kártya jelenteti azt is, hogy ne engedd azt, hogy a félelmed attól, hogy sikertelen légy, vagy pedig az, hogy más kinevet, úgymond urrá legyen rajtad. Tehát mindenképpen légy bátor abban, hogy előre haladj, hogy elérd, amit szeretnél. Tehát, ha egy új munkahelyet szeretnél, akkor légy bátor, és kezdj el pályázni. Ha szeretnéd, hogy előreléptetnek, akkor beszélj a főnököddel, és meg fogod kapni. Tehát itt valaki felső pozícióban, hatalmi pozícióban fog neked segíteni. De nézzük, hogy mi a végkimenet, de előtte ne felejtsd el lájkolni, megosztani, feliratkozni, mert az nekem jelzés abban a tekintetben, hogy az üzenetnek volt különleges jelentése számodra, valamint segít abban is, hogy növeljem a csatornát, és az üzenet eljusson más bakokhoz is. De nagyon szívesen olvasom, hogy mi az, ami az életetekbe rezonál, amit a kártya mondott a kommentekbe, ha ezt megosztod, annak nagyon örülök. De folytassuk. A következő lap a kardoknak a királya, ami érdekes, hogy az érmék hatos mellett van, mert lehet, hogy ez a kardok királya lesz, aki úgymond segít neked abban, hogy előrelépj. Ez lehet egy valaki hatalmi pozícióban, de lehet az is, hogy egy olyan lehetőséget kapsz, ahol te leszel ebben a pozícióban. De a kardok király az általában nagyon struktúrált, rutinos, nagyon okos, és nagyon logikus, és racionális. Mindenképpen valaki olyat jelöl, akinek nagyon
magasak az elvárásai. Lehet, hogy valaki, egy idősebb ember, aki ilyen hatalmi pozícióban fog neked tanácsot adni, vagy segíteni, és lehet, hogy ez a tanács úgymond elég keményen fog hangzani, de mindenképpen fontos, hogy tedd félre az érzelmeidet, és figyelj arra, amit mond. Mert általában a kardok királya az ő csak az igazság, és semmi más, csak az igazság érdekli. A másik jelentése ennek a kártyának, néhányoknak lehet, hogy az, hogy igazán figyelj a logikádra, és mindenképpen csak a tényekre összpontosíts, mielőtt valamilyen döntést hozol. Aztán a következő a botok hármas. A botok hármas az az új horizont, a terjeszkedésnek a kártyája, a sikernek az egyik kártyája. Amikor úgymond félreteszed az önkétségeidet, és bátran megteszed az első lépést. Tehát ez általában a bátraké a szerencse kártyája, mert mindenképpen növekedést jelent. Tehát ha saját üzleted van, akkor azt jelenti, hogy úgymond globálissá akarod tenni. Néhányatoknak lehet, hogy külföldre, tengeren túlra kell utaznod üzleti ügyben. De ez a kártya is igazán arról szól, amikor kezded látni a munkádnak az eredményét. Tehát amint látod, ő várja azt, hogy a hajói, amiket kiküldött, bejöjjenek. Tehát itt mindenképpen a téma az, hogy valami eredményt fogsz végre látni a munkád, a kemény munkád nak. Aztán az utolsó lap pedig a kelyhek négyes. A kelyhek négyes, amint látod, az egy elégedetlen embert mutat, aki valami miatt nem látja a potenciált abban, amit igazán felajánlottak neki. Tehát általában ez a kártya valami olyan helyzetet jelent, amikor úgymond visszautasítasz előtted álló lehetőségeket, mert igazán csak a negatívra fókuszálsz. Jelenteti olyan helyzetet, amikor nagyon elégedetlen vagy a helyzeteddel, és emiatt igazán nem veszed észre azokat a lehetőségeket, amelyek előtted vannak, mert csak a negatívra összpontosítasz. Tehát ilyenkor igazán az a megoldás, hogy saját magadra fókuszálsz egy kicsit, és megpróbálsz hálás lenni azért, amit úgymond elértél. Tehát ez igazán neked kell tudni, hogy mi az, amit ezt jelenti. Én, mint Bak, nagyon tisztában vagyok vele, hogy ez a kártya mit jelent, bár nem egyszerű ebből a helyzetből néha kijönni, mert ha igazán megnézed, nagyon pozitív lapok vannak itt. Itt a nap, a kelyhek tízes, érmék hatos, a botok hármas, a kelyhek ásza erő, mindegyik nagyon jó lap. Itt igazán a te saját érzelmeidet kell úgymond kordában tartani, és az erő kártyája amellett van, ami jelenteti azt az érzelmeinknek a kordában tartását. Szerintem itt igazán nagyon fontos arra, hogy az érzelmeidre figyelj, hogy az érzelmeid nem uralkodnak fölött rajtad, és igazán engeded magadnak azt, hogy lásd a lehetőséget, ami előtted van, mert igazán nagyon jó lehetőség van előtted, legalábbis a kártyák ezt mondják. Tehát kedves bakok, igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás tetszett neked, és újra fognak látni.